Folytatjuk a ma estét az M1-en. Hetek óta azt hangoztatja 6 baloldali párt, hogy közös listán, közös jelöltekkel, közös miniszterelnök jelöltel indul az ellenzék a 2022-es választáson. Vannak azonban olyan pártok, amelyek azt mondják, hogy ez nem igaz, mert ők is ott vannak az ellenzéki térfélen, de nem a közös listán. Somorjai Balázsék jönnek. Németi Noémi belpolitikai újságíró kollégámmal kérdezzük. Huszti Andrát, az ISZON párt elnökét, kezdjük. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ma van 2 hete, hogy tart a jelölt castingjuk a 106 egyéni választókerületben. Hogy állnak? Igen, nagyon sok jelentkező jelentkezett, folynak az előzetes beszélgetések, és aztán február közepére tervezünk nagyobb számú jelentkezőknek egy úgynevezett jelölti meghallgatást, amiről ugye az országgyűlési képviselőnk Székely Sándor már többször beszélt, hogy egy ilyen X-faktor jellegű jelöltkeresést csinálunk, ami gyakorlatilag itt Magyarországon egy politikai innováció, és megpróbáljuk így a közönség elé is kivinni azt a dolgot, hogy mit jelent ez a dolog, ezek az emberek hogyan vállalják föl a képviseletet, és mi történik velük a... Tehát teljesen transzparensen és nyíltan akarjuk lefolytatni ezt a jelöltkeresést. Mind a 106 körzetben megvan már az az ember, aki majd jelölt lehet? Magyarul minden körzetből jött már bejelentkező? Most már olyan 50 körzetnél tartunk, ahol nagy valószínűséggel azt mondhatom, hogy biztos jelöltünk van, és május 1-ére van megcélozva az, hogy mind a 106 körzetben legyen jelöltünk. 2 héttel ezelőtt miniszterelnök jelöltjük Szanyi Tibor azt mondta, hogy személyesen ön 4-szer kereste meg az ellenzéki összefogásban résztvevő pártokat, de nem is válaszoltak. Azt is mondta, hogy türelmesek, de addig is készülnek a 106 egyéni jelölttel. Most arra fogyott el a türelem? Igen, hát elfogyott. Ez így van, ahogy a miniszterelnök jelöltünk Szanyi Tibor mondta. Többször kerestük őket, ezek szerint akkor 4-szer, én többre emlékeztem, de lehet, hogy 4 volt. Együttműködést, vagy tárgyalásukat kezdeményezve írtam meg ezeket a leveleket, ezekre nem jött válasz. Úgyhogy most igen, hát így, ahogy mondja, most fogyott el a cérna, és úgy döntöttünk, hogy önálló listával, önálló 106 egyéni jelölttel, miniszterelnök jelölttel és önálló programmal, ugye, ami az Igen Szocializmus címet kapta. Ezért is örülünk félig, hogy ez a polgári ellenzék összefogott. Azt gondoljuk, hogy most van itt az ideje annak, hogy a baloldal alapjait újra letegyük ebben az országban, és ezért is határoztunk így. Elnök asszony, viszont hogyha azt mondja, hogy önök többször keresték a pártokat, és önök nyitottak lennének, vagy voltak az együttműködésre, akkor viszont az ellenzéki együttműködésben szereplő pártoknak kell, hogy legyen valamiféle fenntartásuk, vagy problémájuk önökkel. Van valamilyen tippjük arra, hogy ez mi lehet? Nincs tippem, és megmondom őszintén, hogy ez engem, mint pártelnököt olyan nagyon nem is mozgat, mert mi azzal foglalkozunk, hogy ebben az országban óriási szociális válság dúl, amit minél hamarabb fel kell számolni. Erre ugye nekünk volt egy 4 számos javaslatunk is, miszerint 200.000 forint legyen a nettó minimálbér, 37.500 forint legyen a családi pótlék gyermekenként, ugyanennyi korpótlék a nyugdíjas korúaknak, és ugye 100.000 forintnál ne kereshessen senki kevesebbet, ami ugye azt jelenti, hogy egy ilyen minimum jövedelem, tehát mondjuk a 28.500 forintos minimál nyugdíj is ugye legyen fölemelve 100.000 forintra. Mi ezzel foglalkozunk, nem azzal, hogy mit gondolnak minket, vagy rólunk a többi párt, hogyha ők nem tudják ezt elfogadni, mi akkor is ezért küzdünk, illetve azért a 4,5 millió munkavállalóért, aki jelen pillanatban azért él, hogy dolgozzon, és nem azért dolgozik, hogy élhessen. Csak hogy ezekből a programpontokból, amiket ön most itt említett, több szerepel az ellenzéki együttműködésben szereplő pártok pontjai között is. Tehát mondhatjuk, hogy ezek akár elfogadhatóak is lennének számukra. Gondoltak esetleg arra, hogy Gyurcsány Ferenc mondhatott nemet önökre? Azt ugye tudjuk, hogy Szanyi Tibor és Gyurcsány Ferenc viszonya
hát nem mondható annyira simának. Ugye Szenyi Tibor többször is erősen fogalmazott Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban, például egy mentálisan megzakkant bolsi milliárdosnak nevezte. És ezek után nagyon nehéz azt elképzelni, hogy a DK elnöke szívesen dolgozna együtt Szenyi Tiborral. Nézze, én csak azt tudom mondani erre, hogy nem tudunk ezzel foglalkozni, ezek feltételezések, mi határozott választ sehonnan senkitől nem kaptunk, mi azt gondoljuk, hogy ennek a programnak, amit mi kínálunk, ennek a 4,5 millió munkavállalónak, ennek van létjogosultsága ebben az országban, sőt, ez hiánypótló a maga módján, mert lehet, hogy a polgári ellenzék is mond ilyen-olyan dolgokat, de csak érintőlegesen és nagyon-nagyon puhán. Itt nagyon gyorsan kezdeni foglalkozni a szociális válságnak a felszámolásával. Elnök asszony, az MSZP-vel egyébként milyen a viszonyuk? Ugye az egy mai hír, hogy a nyíradonyi MSZP 8 tagja lép át önökhöz. Most úgy tűnik, hogy két egykori meghatározó szocialista szedi darabjaira gyakorlatilag a Magyar Szocialista Pártot, az egyik Gyurcsány Ferenc, a másik Szenyi Tibor. Lesz ezeknek az átlépéseknek folytatása? Ezt nagyon jó, hogy említi ezt a nyíradonyit, mert én is mondtam volna, és itt ez egy remek példa arra, amiről az előbb beszéltem, hogy, és ezek az emberek is azért jönnek hozzánk, mert azt érzik, hogy fölvállaltuk az ő problémáikat, és azzal foglalkozunk, és nem mással, hogyha mondhatom így, hát miért ne, igen, tehát hogy ezért jöttek ide hozzánk a nyíradonyi szocialisták is, igen, akár még lehet folytatása is, mi mindenkit nagyon szívesen látunk, nagyon nyitottak vagyunk mindenkire, egy feltétel van, hogy az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom Igen Szocializmus című programját elfogadják és magukénak érezzék. A DK-ból kilépő politikusokra nem akarnak rárabolni? Nem raboltunk mi rá senkire, csak ezek szerint egy olyat kínálunk, ami hiányzott az eddigi politikai palettáról. Most egyedül futnak neki a jelölt állításnak. Aztán, ha úgy adódna, hogy később mondjuk megkínálják önöket biztos befutó helyekkel a közös ellenzéki listán, akkor beolvadnának? Bármilyen tárgyalás még ugye szóba jöhet, mi nyitottak vagyunk mindenre, a közös listára biztosan nem. Elnök asszony, a legutóbbi időközi, szerencsi időközi választáson az önök jelöltje 2,2%-ot ért el. Hogy lesz ebből a parlamenti bejutási küszöbhöz szükséges 5%? Hát ez pontosan akkor volt, amikor a mi pártunk fél éves volt körülbelül. Azóta szerintem még sokkal jobban állunk, ezt most már ezért közvéleménykutatók is mérik. Mi maximális gőzerővel dolgozunk, és én azt gondolom, hogy ez nem egy megvalósíthatatlan dolog, hogy az Igen Szolidaritásnak meg legyen az 5% a 22-ben. Csak hogy igen, bocsánat, hogy kevés az idő. Ugye a 2022-es választásokon is még csak mondjuk úgy, hogy egy ilyen két éves pártról beszélhetünk nagyjából. Elég lehet ez az idő? Hogyha fél év alatt elértük ezt az eredményt, szerintünk szép eredményt Borsodban, én azt gondolom, hogy ennek abszolút van realitása, hiszen már most sokkal előrébb vagyunk, mint egyes parlamenti pártok, akik akár már 10 évesek is. Jó, azért időközi eredményeket országos eredményekkel összevetni nem mindig sokat mondó. De játszunk el a gondolattal, hogy mondjuk önök megerősödnek annyira, hogy egy esetleges ellenzéki, jelenlegi ellenzékből összeálló kormányt alakítsanak. És önök lennének a mérlegnyelve. Összeállnának azokkal, akik egyébként nem is válaszolnak a megkereséseikre? Ezért nagyon egyszerűen tudok válaszolni. Mi biztos, hogy nem leszünk a kormányváltásnak a gátjai. Tehát magyarul, annak ellenére, hogy nem hiába keresik a jelenlegi ellenzéki pártokat, önök készek volnának velük együttműködni? Készek volnánk, amint mondtam, nem közös listán, de hogyha ez a kormányalakítás azon múlna, mondom még egyszer, hogy mi ezt a kormányt le akarjuk váltani, csak ugye nekünk azzal van kibővítve a palettánk, hogy mi egy erős kapitalizmus kritikával rendelkező baloldali párt vagyunk, tehát nekünk nem csak a NER-rel van problémánk, hanem a kapitalizmussal, és azon belül azzal a vad kapitalizmussal, ami itt a rendszerváltás óta ebben az országban kialakult. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm szépen.